Az Óbecsei Szent István napi rendezvényt idén is a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szervezésében tartották meg. Az ünnepséget a Csongrádi Fúvószenekar koncertje nyitotta meg a város központjában. Ezt követően a belvárosi Nagyboldogasszony templomban kenyérszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisét tartottak. A kenyérszentelés után a városháza előtt a polgármester megszegte a kenyeret és megosztotta a polgárokkal. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ma megszegjük az új buzából készült megszentelt kenyeret, és elfogyasztva azt közösen gondoljunk a jövőnkre, gondoljuk arra, hogy hova tartozunk, milyen nemzethez tartozunk, gondoljunk azokra is, akikkel együtt élünk itt Óbecsén. Úgyis ez a szent kenyér, megszentelt kenyér mindannyiunk közös kenyere, mindannyiunk szeretet és az együtté tartozás szimbóluma. Az Isten szent ege alatt évszázadok óta együtt élünk, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk számára ez a kenyér jelenti azt az együttélést, ugyanazt a gazdagságot és a túlélést és a jövőt, amit őseinknek is jelentett. Hát már 20 éve a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör szervezi az ünnepséget, akkor is, amikor nagyon rossz idők jártak ránk, kitartottunk, megszerveztük, és most is ez a negyedik év, amikor már ekkora méreteket öltött. Évekig 16 évig bent volt egy terembe, és végül az utolsó, amit bent szerveztünk, az egy 400-as férőhelyű terem, és több mint 600-an voltak bent, tehát nem fértünk már rá, és így kivittük az utcára. Tavaly körülbelül 6000-en voltak a rendezvényen. A főtérről a Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör tánc és énekcsoportjai az egybegyűlt érdeklődőkkel együtt végigvonultak a város néhány utcáján, a Kultúrkör alvárosi székházáig, ahol alkalmi műsorral, majd tűzijátékkal és utcabállal zárult az ünnepség.